Igen. A nevem, mondjam, már elhangzott, David Ferenc vagyok, és a Kékpont Alapítványnál vagyok a biopolitikai műhelynek a vezetője. A Kékpont Alapítvány az elmúlt 10 hónapban egy olyan projektet valósított meg, amelyben a tapasztalati munkatárs került a középpontba. Erről az érdekes karakterről szeretnék beszélni egy negyed órát, viszonylag intenzív vizuális támogatottsággal, képekkel. Próbálom majd azért úgy az egészet, hogy ne súlyos szakmapolitikai kérdéseket feszegessünk, hanem inkább egy ilyen mindenki számára érdekes, izgalmas kérdéskört boncolgassunk. Nem árulunk zsámomacskát egyáltalán, ezt a programot az Ökotárs Alapítvány közreműködésével ezek az országok és a Norvég alap is támogatta, tehát ez így együtt valósult meg ebben a körben, és akkor vágjunk is bele. Tulajdonképpen az, amiről beszélni szeretnék, az határok és határőrök és határátlépések. Akkor, amikor a Kékpont Alapítvány elkezdte a működését, akkor ez egy forradalmi újításnak számított, hogy azokat is bevonjuk a programba, akik még drogoznak. Tehát aki úgy döntött, hogy nem akar leállni, ő is kaphasson segítséget. Ugye az ártalomcsökkentés egyik központi gondolata. Ebben az esetben átlépünk olyan határokat, amiket előttünk mások nem tettek meg. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Tűcsere program bezár a 8. kerületben, akkor valamennyire egy drogpolitikai korszak határhoz érünk. Most ezen a határon állunk. Akkor, amikor arra törekszünk, hogy valamilyen módon bevonjunk droghasználókat a programunkba, és ne azért elsősorban, hogy terápiába kerüljenek, hanem azért, hogy velünk munkatársként dolgozzanak, akkor tulajdonképpen egy olyan határt lépünk át, amelyiket a határ egyik oldalán sem tudunk pontosan és nagyon bizonyosan megállapítani, hogy milyen lesz, milyen problémákkal fogunk szembesülni. Akkor, amikor droghasználókról beszélünk, akkor igazából a társadalomnak a legkirekesztettebb csapatjáról beszélünk, és hogy ilyen szempontból nézve a kérdés különösen izgalmassá válik. Nem mi vagyunk az elsők, akik ezzel foglalkoznak, sőt, mi is léptünk már át határt, úgyhogy kvázi droghasználókat, rekreációs szerhasználókat vontunk programba, őket píreknek nevezzük, vagy sorstársegítőknek. Ilyen volt a parti szerviz szolgáltatásunk, ebben a szolgáltatásban partizó fiatalokat vontunk be, akik lehet, hogy bedobtak egy-egy extázis tablettát is a partikon, és amikor önkéntesként visszamentek a partikra, akkor ők tulajdonképpen sorstárs segítőként jelentek meg. De ez a sorstárs, ez egy picit ilyen, főleg a magyarban ilyen bal sorstárs, vagy lehet, hogy csak nekem hív elő ezt a képet, de arra gondoltunk, hogy valami más, valami sokkal izgalmasabb név lenne, amit használunk ki, mert a pír az nem jó. Talán sokaknak esetleg a torrentezés útról eszébe, hogy kinek hány embernek van, meg hány pírnek van, meg az a fájl, amit az ember jogszerűen letöltene. Úgyhogy ehelyett inkább mi a tapasztalati munkatárs kifejezést próbáltuk meghonosítani ebben a programban. A képen egyébként a programunk egyik nagylelkű adományozója látható, ő nem tapasztalati munkatárs. A képet azért választotta, minden kép a program során készült, vagy kapcsolódik hozzá, mert egy picit olyan a peer projekt, vagy olyan a tapasztalati munkatárs projekt, mint amikor elültetünk egy ilyen fát. És hogy ennek nem látjuk egyből az eredményt, a gyümölcsét, hanem várnunk kell. És akkor, amikor ezt a programot megalkottuk, akkor tudtuk azt, hogy nem fogunk ezzel forradalmi cselekmény sorozatot végrehajtani, de azt reméltük tőle, hogy lesz olyan produktum benne, ami maga az alkotást, vagy a munkát hozza hozzánk egy picit közelebb. Mivel egy sarkon éltünk, ez teljesen ez ideig, a Louise és a Magdolna sarkán, ez itt a Segítők a sarokról címet adtuk a projektünknek, és itt is láthatjuk azonnal két segítőt, akit sikerült bevonnunk a programba. A Segítők a sarokról projekt tulajdonképpen egy olyan nagyon alacsony költségvetésű projekt, ez 3 millió forintos teljes költségvetésű program, amelyben az volt a fontos célkitűzésünk, hogy embereket vonjunk be a közös alkotó munkába. Nagyon fontos, hogy nem takarítókat kerestünk, nem ablakpucolókat, hanem olyan embereket kerestünk, akik számára az alkotó munka hiányzik az életből, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy valamilyen módon ezt közel hozzuk hozzájuk. Pár szót arról, ahol élünk. A Magdolna negyed tulajdonképpen Budapestnek az a része, ahová az ingatlan,
Azt nem mondom, az ingatlan fejlesztők, az ingatlan fejlesztések feltolták tulajdonképpen a szegény néprétegeket, és hát a Corvin negyed kialakulását követően már eleve volt egy ilyen feltolás a Káveria tér irányába, majd ahogyan épülnek a házak és jön előre a gazdagság és a jólét, úgy szorulnak egy területre tulajdonképpen az intravénás injekciós doghasználók is, nagyjából a Mátyás tér, Kávária tér, Diószegi Sámuel, Teleki tér, Dobozi utca, Fiumei út, erről a részről beszélünk, amelynek most a súlypontja azért szépen átbillent a Tömő utca Szigony környékére, mert a dillerek, hogy így 8-keresen mondjam, átköltöztek oda, és hát, mit ad Isten, velük mentek a droghasználók is. A kerület lakossága ugyanamint bármelyik kerület lakossága, szépek, aranyosak, fiatalok, idősebbek, családok, emberek, akik ott élnek. A munkatársaink elszánt drogpolitikai munkások, szociológus, szociális munkás, pszichológus. Ez a pillanat, amit itt látunk, ez a nyitás pillanata. Akkor készült, amikor még a MOPS-szal Roland, Dékis Roland koordinátorunk Kockás Ingben még utoljára föltörölte az aszfaltot, és megnyitottuk a programot. Most ott tartunk, hogy bezárjuk ezt a programot, pedig alig telt el némi kis idő. A negyedben az élet fő jellemzője a nyomor, sok esetben sajnos. Ez a fénykép jól mutatja, hogy milyen kereseti források jelennek meg a kicsit talán túlhangsúlyozott kriminalizáció mellett. Amikor elkezdtünk foglalkozni tapasztalati munkatársakkal, és próbáltunk tőlük olyan információkat kapni, amiket mondjuk mi nem láttunk, bár az orrunk előtt voltak, akkor az első számomra az volt, amikor az egyik munkatársunk világossá tette, hogy nagyon sokan vasazásból, koldulásból és a kuka áttúrásából élnek. Tehát akkor, amikor azt gondoljuk, hogy az anyagozás az egy ilyen, kimentem az egykori hajógyárira, picit így mozogtunk, elvoltunk, afteroztunk, és ez egy ilyen jó érzés volt, akkor az egy örömelvű anyagozás lehet. Itt a nyomorban ez nem igazán jelentkezik. Itt tulajdonképpen a szemétből épülnek droghasználói karrierek, annak minden fájdalmával. A nyomor igazából egy teljesen terméketlen talaj, mint tudjuk, és hát erre igazából azért kell nagyon figyelnünk, mert hogyha a droghasználat nyomor alapú, akkor az ebbe születő fiatal okkal teszi fel a kérdést, hogy tulajdonképpen akkor, hogyha nem cuccozok, akkor se jutok sehová, meg hogyha cuccozok, akkor se, akkor miért is ne cuccoznék? És erre azért nehéz adekvát választ adni ezen a szinten. Hát a sarok, ahol élünk, egy elég mozgalmas helyszín, kétség kívül. Nagyon sokféle inger és impulzus ért minket ott. Amikor a Káveria téren volt előtte a programunk, akkor hozzánk érkeztek vendégségbe azok, akik a programot igénybe vették. Itt mi érkeztünk másokhoz, a mások nappaliába. A Magdolna és Luisa sarka sokáig a szerhasználói szintének az epicentruma volt. Ott volt egy Vamzerház nevű hely, vagyis most hívják, elnézést, most rendőrháznak hívják. Előtte dílerház volt, és hát itt jól lehetett látni azt, hogy az ajtóban a hesszelő, az ember, aki figyeli, hogy mi történik, vagy hogy lesz, hogyan kapja meg a pénzt. A pénz fölmegy a függő folyosón a negyedik emeletre, ott adnak érte cuccot, a cucc lejön, és aztán valaki elviszi. Ezek azok a házak, amelyek kvázi elosztóházként működnek. Most arra a cuccokat a házak alapján, vagy az utcák alapján nevezik el. XY utcás, jó, Tömős, nem tudom, Szigonyos, Magdolnás, most csak mondok utcaneveket. De talán semmivel sem hasonlítható össze az az érzés, amikor tüntettek ellenünk. Ez a kép akkor készült, amikor tüntetést szerveztek a Kékpont Alapítvány Tűcsere programja ellen, ami abból a szempontból volt érdekes, hogy kicsit úgy éreztük, mintha valaki a körzeti orvosi rendelő ellen tüntetnének. Mert hogy rossz érzés, nagyon sok rossz érzés kelt az emberben azt látni, hogy valaki fröccsök, hogy a Kékpont tűnjön el, hogy a Kékpont menjen el. És mondjuk, de hát segítők vagyunk, hogy ez egy egészségügyi, és hát ez egy járványügyi dolog. És hát már látjuk a filmben, hogy azért nem mindig sikerült elmagyarázni. Maga a sarok ugyanakkor, én azt gondolom, hogy befogadott minket valamennyire, mint személyeket, mint egyéneket. Az, hogy a lakosság jelentős része a programban látja a probléma középpontját, ez valamilyen szinten érthető, nem indok, de magyarázat, hiszen az, aki naponta szembesül azzal, hogy injektorok vannak az utcán, vagy a lépcsőházában szúrnak, ő egyértelműen egyetlen dolgot szeretne ezt megszüntetni. Kiadta a tűcsere központ szűnjön meg. Az oké, hogy a lakosság naív része így gondolkodik, de egy önkormányzat nem gondolkodhat így, mert hogy ő nem naív. A drogról sajnos keveset tudunk. Gyékis Roland kollégámat mutatom még egyszer, aki a
az OEK által szervezett konferencián a Mit rejthet ma a tasak című előadást végighallgatta velünk együtt. Hát a tasak jelentős részben alfa PVP-t rejt, mert ezt nem tudjuk, hogy ez micsoda. Rögösnek, zenének, MP3-nak, MP4-nek is nevezték régen, most már leginkább cuccnak nevezik, drog. Kristály, szürke kristály, fehér kristály, sárga kristály, vagy a legszéle az adjál egyet. Ez abból a szempontból problémás, hogy az ártalomcsökkentés egyik fontos alapja az információ. Ha nem adunk információt, hogy mit használnak a kliensek, és nem kapunk arról információt, hogy mit használnak, akkor nem igazán tudunk programokat hatékonyan szervezni és alakítani. Ez nagyjából a tér, ahol vagyunk, és hát maga a probléma az a kirekesztettség. Ma Magyarországon a legkirekesztettebb társadalmi csoport az a rendszeres kábítószer használók. Mert nem a napi szívók, mert azt ugye nem tudjuk, hogy kicsodák, az a stigma nem létezik, hanem a tudottan injekciós, vagy tudottan naponta használók, ami azért inkább egy elképzelt kép, mint sem valós, de ennek ellenére jól lehet látni, hogy mindenkit megelőznek, az alkoholistákat is, és a hajléktalanokat is. Ez a kirekesztés adja az alapját minden problémának. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy az injekciós droghasználók nem jöhetnek be hozzánk az utcánkba, a házunkba, a városunkba, mert injekciós droghasználók, de egyébként elvárjuk tőlük, hogy most már álljanak talpra, foglalkozzanak a dolgaikkal, minek kell ez a cuccozás, akkor ez egy nagyon diszonáns helyzet. Mint hogyha egy ilyen óriási várfalon állnánk, kint állnak a rendszeres droghasználók, mi a várfalnak a tetején, és üvöltünk, hogy gyertek be, rohadékok, gyertek be, és ők jelmények, hogy nincs kapu, nincs ajtó, mire mi, na, ezt tudjátok számon kérni. Gyertek be. Tehát alapvetően a kirekesztés a legsúlyosabb probléma. A tapasztalati munkatárs projektünk erre próbált választ keresni, és azt mondja, hogy emeljünk be embereket. Valamilyen módon írjuk el, hogy az intézményrendszerben munkatársként kerüljenek be. Persze a legnehezebb azzal volt szembenézni, hogy a saját magunk határait milyen nehezen tudjuk átlépni, mert ezek az ilyen típusú kirekesztett csoportok, ebben a kirekesztésben mi ugyanúgy részesek vagyunk a mindennapokban, attól, hogy nem vesszük észre, attól, hogy nem valljuk be önmagunknak, ugyanúgy élnek bennünk előítéletek, amelyek aztán gyakorlati lépésekké formálódnak. Próbáltam picit ilyen ábrázolni azt, hogy mit is jelent a pír. Az a függőleges vonal középen az a határ, amit szeretnénk átlépni. Ez a határ elválaszt minket a droghasználóktól. Nagyon fontos, hogy mi, akik a drogszakmában dolgozunk, a kliens és az ügyelő közötti határvonalat minden határvonalnál komolyabbnak tartunk. Nagyon fontos, hogy nem kísér minket haza a kliens, nem veszünk tőle semmit, nem cserélünk telefonszámot, nem tud rólunk semmit. Kliens, ügyelő, várfal. Nagyon keményen. Ez az, ami véd minket. Nagyon sokáig ebben a paradigmában dolgoztunk és dolgozunk most is. Fontos, hogy ezek védenek minket. Az, hogy mennyire védik a droghasználót, ez talán probléma kérdés, hogy melyik probléma mennyire. Ezt a határt próbáltuk valamilyen módon feszegetni. Akkor, amikor határokat feszegetünk, akkor egy picit olyan ideológia is kibontakozik ebben, mint amikor a szabadságunkkal határokat mozgatunk. Mert a szabadság bizonyos szempontból a határok mozgatásának a szabadsága. A szabadságomban áll kitolni, megváltoztatni. Ha nem vagyok szabad, akkor ezek a határok számomra fixek. Akkor, amikor injekciós droghasználókat akarunk átemelni, és azt mondjuk, hogy gyertek át ezen a határon, akkor valami köztes szerepet kell megalkotnunk, amelyik segíti őt ebben az átlépésben, és segít minket. Ez a tapasztalati munkatárs vagy peer. A kliensek közül keresünk olyan karaktereket, akik alkalmasak arra, hogy ebben a munkatársi szerepben kiteljesedjenek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ki alkalmas erre. A hangosabb, a csendesebb, az, aki éppen leálló félben van, vagy az, aki éppen stabilan, aktív használó. Igazából a peer karaktere az egy nagyon érdekes és képlékeny karakter, és azt gondolom, hogy programtól függően változik. A vélemény vezérek talán az egyik olyan pont, amire lehet alapozni. Egy picit majd erről később, de jól lehet látni, hogy a gyakornokok, az önkéntesek és a kollégák a munkatársak kategóriát alkotják, a kliensek a másik oldalon, és a peereket szeretnénk áttolni a nyíl irányába. Mind a két oldalon léteznek véleményvezérek. A véleményvezér egy olyan karakter, akit arra tudunk használni, hogy az ő
az ő hangsúlyos karakteres személyiségével valamilyen módon információkat adjunk át, vagy információkat szerezzünk. A melegek esetében volt egy olyan projekt, ahol a vélemény vezér karakter nagyon hatékony volt, amikor valaki mondjuk kitett egy egyest, vagy kitett mondjuk egy gumiószer jelet egy ilyen kitűzővel a gallériára, és akkor mindenki megkérdezte tőle, hogy miért. És hogyha egy központi személy volt, akkor el tudta magyarázni mindenkinek, hogy azért, mert tudod, most van ez a hívpara, és gumiószert kell mindenkinek használni. Tehát valakit a közösségen belül felruházunk képességekkel, kicsit képezzük, és azt mondjuk, hogy a saját tereden belül próbálj változtatni. Azért fontos, hogy véleményvezér legyen, hogy hallgassanak rá az emberek. A véleményvezér nem újdonság, ezt használják pedagógusok, használják szociológusok, pontosan abból a célból sok esetben, hogy változásokat érjenek el belülről támogatva. Hát mi is véleményvezéreket kerestünk, persze ebben a térben a véleményvezérek sok esetben rendkívül markáns karakteres személyiségek, és hát egy némely esetben a tárgyalás az inkább a benzinkút mögött lezajlott gangster tárgyalásra emlékeztetett, hogy akkor hogyan legyen ez. Ilyenkor mindig vissza kell lépnünk a határon. A PIR program tulajdonképpen egy állandó határátlépés. Átmegyünk egy picit, belekukkantunk, oké, ez nem nagy, a komfortzónámon túljöttem, visszahúzódok, bejön valaki az én komfortzónámba, és a kliens még el akar menni WC-re, uha, akkor szúrni fog bent, vagy hogy lesz? Tehát abban a percben elkezdünk zárni. Ezeket a határokat kellene bontogatnunk. Akkor, amikor kapcsolatot kell tartanunk, akkor nagyon fontos az, hogy új formát kell találnunk. Itt nincsenek nevek. Itt a nevek klienseknek, mivel anonim program, nem, nekem mondjuk AN173 Fricike. De hogy Fricike mögött nincsen igazából semmilyen hivatalos karakter, ami azt jelenti, hogy ha írom, hogy Fricike, gyere ide meg oda, akkor nem biztos, hogy elér hozzá ez az információ. Ráadásul lehet, hogy valaki azonosítja valamilyen feladattal mondjuk a kliensek közül, nem érti, ezért az adományos munkacsoport készített kapcsolattartáshoz minden egyes PIR egy kis pici ilyen labda, amit lehet húzogatni, hogy jön, nem jön. És akkor ezáltal tulajdonképpen az anonimitást megőrizve lehet munkatársként dolgozni. Persze okkal merül fel a kérdés, hogy mikor oldjuk fel az anonimitást. Mikor mondjuk azt, hogy te már átjöttél a határon, és nem kódod van, hanem neved. Ez nagyon érdekes kérdés volt végig. Kapcsolatok formalizálása a munka során szintén elsődleges. Akkor, amikor tapasztalati munkatársakkal dolgozunk, vagy injekciós droghasználókkal, akkor nagyon sok esetben az, hogy elérjük, hogy egyenrangú partnerként dolgozzunk, az egy nagyon tervszerű viselkedés sorozat. Az, hogy leülünk, egy asztalhoz ülünk, körben ülünk, szerződést írunk, tervezünk, tehát formalizálunk kapcsolatokat, és ebben a formalizált kapcsolatokban tulajdonképpen szerepeket tanulnak meg a PIR-ek, amelyel aztán később együtt tudnak dolgozni velünk projektekben. Ilyen a közös étkezés például. Az, hogy kivel étkezünk közösen, az egy nagyon régi és nagyon meghatározott forma. Akkor, amikor ezeket a határokat átlépjük, akkor tudatosan kell átlépnünk ezeket a határokat. A közös étkezés és a közös szülinapozás az abból a szempontból csúszósabb terep, hogy ott azért nagyon sok emberi tényező bejön, nagyon sok érzelmi tényező bejön, amelyeket nem biztos, hogy tudunk formalizálni majd a munkára. De fontos, hogy mi nem barátokat, nem családtagokat, mi munkatársakat keresünk, munkatársakat próbálunk képezni. De ennek ellenére rendkívül fontos az emberi érzelmi oldala. A közös tervezés. Akkor, amikor projekteket hajtottunk végre a kliensekkel, nagyon fontos volt, hogy valóban olyan munkát végezzenek, amelyik lépésről lépésre nyomon követhető. És lehet tudni azt, hogy az, amit elvégzünk munka, az hasznos, annak van valamilyen eredménye. Mi is volt a terv? A terv igazából az volt, hogy alkossunk olyan munkaközösségeket, amelyekben az egyének megérezhetik az alkotó munkát. Az alkotó munka legyen egyszerű, nagyon örömszerű, és viszonylag kicsi energiát kívánjon a PIR-től abban az értelemben, hogy mondjuk minél hamarabb eljusson arra a munkacsoport megbeszélésre. Az injekciós droghasználók, általában a droghasználók, de injekciós droghasználók főleg azért elég erősen időtlenségben élnek. És ez az időtlenség, ez meghatározza a mindennapokat. Akkor, amikor tervszerűen gondolkodunk, ezt az időtlenséget próbáljuk valamilyen módon meghaladni. Ezért egy cél tűztünk ki, és ez a cél az örömelvű közös munka. Ez volt a legfontosabb cél, ezt elérni. Az, hogy mi lesz a produktum, az másodlagos, kicsit mint a generatív művészet, hogy nem a művészet által létrehozott produktum a fontos, hanem maga a folyamat, ahogyan létrejön, ahogyan közösen dolgozunk. Ez igazából maga a produktum.
De hogyan merül fel bennünk a kérdés? Öt csoportot hoztunk létre, öt munkacsoportot, a munkacsoportok élén munkacsoport vezetőket, ők a Kékpont munkatársai voltak ebben a projektben, illetve önkénteseket toboroztunk, és elkezdtünk píreket. Ezek a munkacsoportok tulajdonképpen olyan tématerületek mentén kezdtek el dolgozni, amelyek közel állnak az injekciós droghasználókhoz, ott a sarkon nálunk. Az első ilyen csoport a Burger Robert és társai által létrehozott drogszemét munkacsoport volt, csúszós terep, hiszen Józsefváros drogszemét. Ebben a munkacsoportban a legnehezebb talán az volt, hogy a józsefvárosi programban a tű az üzlet. Nem a részünkről is üzlet, csak más módon, hanem úgy, hogy tűvákum van. Kicsit olyan, mint a drogpiac. Keresleti piac van, többen keresnek drogot, mint amennyien árulnak. Itt mondjuk Józsefvárosban talán kevésbé igaz, de többen keresnek injektort, mint amennyihez hozzá lehet jutni. Éppen ezért elkezd rá üzlet kialakulni. Egy-egy éjszaka 4-500 forintért lehet injektort kapni, hiszen az információt átadjuk, hogy probléma lesz, ha valakivel azonos vagy ugyanazt a fecskendőt használod, ezért megveszi valaki 4-500 forintért, na de erre üzlet épül. Most akkor üljünk le valakivel tárgyalni, aki ebből él, hozzunk neki létre egy vállalkozói teret, engedjük be őt abba a térbe, ahol egyébként mi milliókat fizetünk a tűért, majd ő ezt eladja úgy, hogy egy éjszaka keres 500.000 forintot, ez így nem. Tehát egy torz rendszerben nagyon nehéz a drogszemét munkacsoportban a droghasználókat bevonni, ezért Robiék végül megváltoztatták az irányt, és a kapcsolatépítés felé indultak el, és elkezdték a takarítókat, a házmestereket és a közös képviselőket bevonni. Itt a pírség, a sorstárság abban van, hogy valaki, aki mondjuk házmester vagy takarító, ő közvetlen közelről találkozik ezzel a problémával, és itt inkább a két határ között egyfajta tapasztalat és információ cserének kell megvalósulnia, pont azért, hogy tudjuk finom hangolni ezeket a programokat, tudjunk feltárni droghasználói csoportokat. Az, hogy a Pistiékkel otthonosan tudtunk mozogni a terepen, a forgatáson, ez annak is köszönhető, hogy a terepen megismerik ezeket az embereket, fel tudjuk tárni ezeket a rejtett droghasználói tereket. Az adományos munkacsoport Kormos Janka és társainak a segítségével valósult meg. Lehet is látni a képeken, hogy talán a közös alkotás az, amelyik itt leginkább ki tudott bontakozni. Nagyon fontos, hogy bár nagyon, nagyon értékes és szép produktumok jöttek létre, de alapvetően a közös munka és az alkotás az, amire mennünk kell. Ez lehet, hogy nekünk egy picit furcsa, de nagyon sok olyan ember van ebben a térben, aki soha semmilyen módon nem vett részt alkotó munkában. Az, hogy valóban érezze azt, hogy az, amit mondasz, fontos és hasznos. Itt a célt sikerült is elérni, az adományos munkacsoport egy budai kampányra tudta az egyik pírünket átújtatni, mondhatni Rómába, valaki tapasztalati munkatársa képen, és ez sikerült azt a célt elérni, hogy egy adománygyűjtő akció keretén belül azokat a termékeket, produktumokat tudják értékesíteni. Még egyszer, itt sem az a lényeg, hogy mennyi pénz jön be az értékesítésből, hanem az, hogy hogyan tudunk valakit egy ilyen típusú munka folyamatba bekapcsolni, ahol a végén ott van egy fehér középosztálybeli rendezvény. Kovács Virág látható a képen, ahogyan éppen a tűcsere programból kilépve, papucsából kibújva, a rendőröknek elmagyarázza, hogy hogyan kell jogszerűen élni. Illetve hogyan szeretnénk, hogyha élnénk. A szexmunka és prostitúció munkacsoportot azt hívta életre, hogy nagyon sokan sajnos az injekciós droghasználók közül akár közvetve, akár közvetlenül a prostitúcióba sodródnak. Egészen Svájcig repít őket a ventilátor, Kovács Virág is utánuk repült egy hosszabb időre Svájcba. Itt az volt a cél igazából, hogy valamennyire sikerüljön legalább felmérni azt, hogy milyen igények vannak, milyen módon működnek. Talán a legnehezebben bevonható csoport. Prostituáltnak lenni a 8. kerületben egy nagyon-nagyon nehéz sors. Nagyon távol kerül az embertől a kreativitás. A kreativitás alapja a kipihentség, a nyugalom nagyon sok esetben, a rekreáció, itt ez nincs. Ez egy nagyon-nagyon sok fájdalommal járó munka. Éppen ezért egy rendkívül egyszerű projektet terveztek. Itt most csak két sablont választottam ki nagyjából találomra, ahol az volt a feladat, hogy közösen egy kampányt hozzanak létre a lányokkal, a tapasztalati munkatársakkal, akik feltöltötték ezeket a sablonokat, színválasztás, betűtípus választás, tehát megint csak az én része vagyok valaminek, én valamilyen módon alkotó munkát folytatok típusú megközelítés volt. Hát persze, eközben azért az fontos tudni, hogy egyre fogyott a levegő körülöttünk, és hát sorozatos támadásokban dolgozni ugyanolyan nehéz, mint amikor valaki nem tudja meg át kipihenni, ami azért rányomta a bélyeget a programra. Egy ilyen típusú programnak a működtetése nagyon nagyfokú nyugalmat kívánna egyébként.
jogi és törvényesség munkacsoportot Ragály Lili és társai vezették. Ebben a munkacsoportban az volt a cél, hogy valamennyire a jogoskodás, meg az a börtönös okoskodás határmesdjéről kiindulva olyan produktumot hozzunk létre, ahol valódi esetek feldolgozása után valami visszakerül a határon túlra. Rengeteget változtattuk. Nagyon szerencsések voltunk, hogy nagyon jó tapasztalati munkatársakat és önkénteseket sikerült bevonnunk, de hónapokon keresztül próbáltuk ugyanazt a kérdéskört újra és újra fogalmazni, hogy mi legyen a produktum. Mi az, ami jó, most leírjuk és kiadjuk fizetkéket, hát ez nem újdonság. Ezért a végén hosszas kreatív gyakorlat után a jogos vagy nem jogos nevű kártyajátékot dolgoztuk ki, amelyek igazából egy fejleszthető kártyajáték, nagyon egyszerű, tapasztalati munkatársunk sok jogi történetet ismer, ezeket leírjuk, átformáljuk rövid, pici összefoglalóvá, majd utána egy kártyajáték formájában, a kártyára ráírva, ő megkérdez embereket a társaságában, hogy akarsz-e játszani ilyet, majd utána elmond egy történetet a kártya hátuljáról. Például Pista, miután beadta magának az anyagot, rosszul lett és mentőt hívott magára. Tudatta a mentőssel, hogy kábítószert fogyasztott, erre a mentős pedig rendőrt hívott. Jogos vagy nem jogos? Ezt mindenki el tudja majd a kártyajátékban dönteni, vagy egy másik, Kristóf használt injektorokat készül visszavinni egy tűcsere programba, de igazoltatásba botlik, és a rendőr bedobja a csatornába a nála lévő használt injektorokat. Megint csak, jogos vagy nem jogos. A lényeg az az, hogy ahogyan a produktum létrejön, túl azon, tulajdonképpen maga a jogi diskurzusnak a generálása. Bele kell kicsit húznom, a HCV munkacsoportunkban Gyékis Roland és társai olyan kártyákat osztottak ki, amelyeket célterületre juttatva a pírek visszahoztak, visszaküldték tulajdonképpen droghasználókkal, és akkor, amikor mondjuk 4 vagy 5 összegyűlt a kártyákból, akkor volt egy motivációs csomag. Itt egy picit a multilevel marketinget erősítették a Rolandék ebben a térben, ami nem ritka egyébként. A média munkacsoport, Dávid Ferenc én és társaimmal közösen csináltuk, itt tulajdonképpen létrehoztunk egy olyan televíziót, amelyik YouTube TV néven, Csák Robertet láthatjuk a képen, aki a Luisa TV-ben futott be nagy karriert a Biofű című videójával. Egy olyan videófolyamot hoztunk létre, amelynek a közös munka az volt, hogy egy óriási Luisa TV tartalom tárolóból, ami egy YouTube playlist, egy lejátszási lista, közösen válogatjuk ki azokat a tartalmakat, amelyek a péntekenként újra és újra felbukkanó playlistbe bekerülnek a Luisa TV-be. Ez egy rendkívül izgalmas, rendkívül szórakoztató munka volt, ebből a rengeteg videóból rendszeresen válogatni azt, hogy mi az, ami gágyós, mi az, ami cigányos, mi az, ami ciki, mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Ami nagyon fontos tapasztalat volt, hogy azokat a filmeket, amiket rólunk készítettek a különböző média szolgáltatók, azokat a klienseink nem látják. Akkor, amikor a TV-ben viszont látták ezeket, akkor vált világossá, hogy hiába használnak YouTube-ot elképesztő intenzitással, a tartalmak nem haladják meg az égi stúdió és a zenei tartalmakat, ugyanakkor, hogyha elhelyezzük ezeket egy playlistben, akkor eljuthatnak. Nagyon-nagyon sok olyan tapasztalat volt, amelyek majd a beszámolunkban tudunk írni, mert most sajnos ezekre nincsen idő már. De lehet, a kékfény riport és a bűnözős dolgok azok nem tetszettek senkinek soha. Az nagy meglepetés volt, azt nagy reményeket fűztem hozzá, hogy azt majd mindenki szereti nézni, de egyáltalán nem. Aztán elfogyott a levegő körülöttünk, és hát történt, ami történt. Ezek voltak a feliratok velünk szemben, kitéve a sarok másik oldalára. Elég volt, tű vagy béke, jó pont, ha nincs a kék pont, illetve döntés eredménye, labda helyett, vagy igen, kék pont helyett labda, vagy valami hasonló, ezt kicsit képzavarnak éreztem én is. Tényleg csak 3-4 mondat róla, amit szerettünk volna elérni, az, hogy bevonjunk a munkába embereket, az sikerült. Az, hogy munkatársakat szerezzünk, a szó hagyományos értelme, ez nem sikerült. Valamennyire azt gondolom, hogy az első cölöpöket sikerült leverni ebben a térben, és hát talán leginkább az volt a nagy tapasztalat a végén, hogy mit nevezünk munkának. Az, hogyha érdekes és alkotó kreatív folyamatokat generálunk, az nem munka, az alkotás. A munka az, amiért az embernek pénze van, ami az élete hivatása lehet, amivel ki tud teljesedni, és a mi felelősségünk az, nekünk szabadabbaknak, hogy ehhez a munkához segítsük hozzá az embereket. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy hol vannak ezek a kapuk, ahol belépnek ezek az anyagosok, a drogosok, vagy nevezzük bárhogyan, akkor
akkor nagyon fontos az, hogy oké, beléptünk, de hogyan tovább? Mi lesz? Hogyha most csinálnánk programot, én azt hiszem, hogy már alapvetően a munkára helyeznénk ki ezt a projektet, és talán ezt kéne kiírnunk az ajtóra, azt, hogy régóta stabilan működő Józsefvárosi tűcserébe tapasztalt munkatársakat keresünk, nekünk munkatársakat kell bevonnunk. A következő lépés az lesz, hogy a stábot kell felkészíteni arra, hogy akkor mostantól kezdve az injekciós dokasztok velünk fognak dolgozni. Velünk járnak WC-re, velünk fognak étkezni, és velünk együtt viszik a tűzsere programot, mert ez jelent igazából azt, amikor az átmeneti peer karakterből kilép maga az, akit keresünk magunkhoz, és ez pedig a munkatárs. Köszönöm szépen!